Tudtam, hogy ez így nincs rendben, de nem akartam, hogy anyukám azt higgye, én tettem valamit, amivel ezt magamra hoztam. Így inkább magamban tartottam. Iványa még csak 11 éves volt, amikor az egyik ismerősük molesztálta. Szerető édesanyja volt, aki egyedül nevelte, de Iványa úgy érezte, senki, még ő sem hinne neki. Falakat húztam magam köré, és dühös voltam. Nem értettem, miért pont velem történik, nagyon bántott. Fájdalmas volt. Tényleg nagyon-nagyon fájt. Iványa visszahúzódóvá vált, és bizalmatlan lett mindenkivel. Aztán 14 évesen talált valakit, akiről azt hitte, rábízhatja magát. 14 évesen terhes lettem. Oda voltam érte. Hazudott, hogy szeret engem, és örökre együtt leszünk. Végre kellek valakinek. De kiderült, hogy van egy másik barátnője, aki szintén terhes. Ezután a fal még magasabbra nőtt. Tinédzser leányanyaként Iványa úgy döntött, saját életet kezd a maga módján. Abba hagyta a középiskolát, és drogkereskedelemben talált társakra és élvezetre, a virginiai Portsmouthban. Gangsta B-nek hívtak, mert fegyverrel jártam. Olyan voltam az utcán, mint a srácok. Nem törődtem semmivel, nálam volt a 9 mm-esem, és bármit megtettem. Kihasználta a férfiakat, hogy megkapja, amit akar, pénzt, védelmet, drogot. Ha lefeküdtem valakivel, az nem szerelemből volt. Csak kapjam meg, amit akarok, aztán viszlát. Nem érdekelt, hogy kit bántok meg, mert engem is bántottak. Ez még mélyebbre taszította a drogfüggőségbe és az elszigeteltségbe. A 90-es évek elejére már 4 más-más apától született gyereket próbált nevelni. Tudtam, hogy a gyerekeim jobbat érdemelnek. Néha elnéztem őket, miközben aludtak. Azt gondoltam, össze kell szednem magam. Nem ezt érdemlik. Végül az anyjára bízta a gyerekeket, ő pedig a következő 10 évet drogkereskedéssel töltötte, amit csak rövid börtönbüntetések szakítottak meg. Nem tudta, meddig mehet ez még így tovább. Utáltam magam. Utáltam a külsőmet. Mindent utáltam magamban. És valahányszor így voltam, magamba szúrtam egy tűt. A 2010-es év elejéig, a nagybátyja haláláig nem törődött vele, milyen életet él. Ekkor már 37 éves volt. Ránéztem, és úgy éreztem, ajjaj, itt a halál. Iványa, szedd össze magad, vagy érted is eljönnek. Már tervezik a temetésed. De még sok dolgom van az életben, segítségre van szükségem. Isten, segíts! Ezt mondtam magamban. A következő héten megérkezett a segítség egy nő személyében Iványa múltjából. Korábban ő is ugyanolyan drogos volt, de megváltozott. Nem egy drogost láttam. Nem volt már sötét a tekintete, nem volt táskás a szeme. Mert behívta a szívébe Jézust, és kérte, hogy változtassa meg, és segítsen neki lejönni a szerről. Kérdeztem, hogy ez tényleg mind megtette veled? Sőt, veled is megteheti, válaszolta. A barátnője el is hívta a Portsmouthi Victory Gospel gyülekezetbe. 20 évnyi fájdalom és függőség után tárt karokkal várták, és új életre talált a gyülekezetben. Ijesztő volt, ahogy az a fal milyen sok évig állt. Bevezettek a megtérő imába. Elfogadtam Jézus Krisztust. Nem tudtam mást tenni, mint hogy rábízzam magam. Bízzak Jézusban. Ő mellettem lesz minden lépésben. Ezzel a bizalommal együtt jött az Atya szeretete és a gyógyulás. Ez egy megkönnyebbült sóhaj volt, mintha valamit levettek volna rólam. Hatalmas megnyugvást éreztem, amiután már 20 éve kutattam.
Ivánja ott maradt a gyülekezet bentlakásos programján, leküzdötte a függőséget és új életet kezdett. Most már ő is részt vesz ebben a munkában, hogy ez a remény másokhoz is eljusson. Boldog házasságban él, egyesült a család, és naponta hálát ad Istennek ezért a bizonyságért. Igyekszem másokat is Jézushoz vezetni, és elmondani nekik, ne engedd, hogy a fájdalom diktáljon és döntse el, hogy ki is vagy valójában. A Szent Szellem megerősít engem, és veled is megteszi ugyanezt.